úgy kioldódott. Aha, tüskét hitte magának. Igen, de most próbálkozott volna az, hát már nem áll veled szóba, most már nyakán csúszél. Most már hiába mész. Igen, kérdés volt csak. Bravo, de sikerül! Hát ettem mindenkinek elosztogatod. Ha kellett, ha nem. Ha kellett, ha nem. A két kis kutya az nagyon nagy forma. Kérem, itt a kosz a hátuk. Ők olyan, mint a kocsi van, alá. Bár, kiszortunk. Hello. Bár, szemtár kiesett. Ezért mentek a kocsi alá. Ja. Nálad van kaja? Nem találtak, hogy... Anyuci, most feladatot csinálnak? Bravo, szuper! Na, nem etetni kell őket. Nem, hát, mert hagyd menjenek. De jó, hogy szóltál. Hát mert a külés osztogatja, nem fogják igen. tudni, hogy miért kapják. Ez az egyik, a másik meg, hogy az a dolguk, hogy itt szocializáljanak. Nem egyenek, nem reggeli büfé van. Jót játszottál, így? Jót játszottál? Köszi fejét, nézzük meg. Nagyon aranyos voltál. Nagyon aranyos voltál. Igen, tetszett, amit csináltál. De velem még mindig nem viselkedsz otthon, ez kiderült ennek. Rám egy ügyel. Iván, Iván. Miért nem szóltam hozzá? Hátat fordítottam, akkor hátba támad. Iván, gyere. Bravo. Kell néhány alkalom, amire elmúlik. Leesik nála, hogy nem tudod. Ül. Bravo! Már mondjad ilyenkor, amikor leteszi a boxiát, akkor egyből, mert az a jelzi. De szép vagy, gyere. Fekszik. Szeci, nem te fekte. Gyere. Fekszik. Na, otthon csináltad, na. Ül. Fekszik. Bravo! És kapja a kaját. Kajára sem nem